Március 1-én kellett volna elkezdődjön, ám az utolsó pillanatban az ÁPA elhalasztotta az idei Egységes Mezőgazdasági támogatások igénylési időszakának kezdetét. Ennek eredményeként így egy hónapos késéssel kezdődött el a támogatások igénylése. Tegnaptól, azaz április 4-től lehet benyújtani a kérelmeket egészen június 7-ig. A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség munkatársai felhívják az érintettek figyelmét arra, hogy tartsák be a határidőket, mert rendhagyó módon minden bizonyal elmarad a szankciós időszak, így a végső dátumként megjelölt június 7-e után már nem lesz lehetőség a kérelmek pótlására. Az Ápia csütörtöki tájékoztatása szerint a kérelmek benyújtásához idén is az IPA online alkalmazást kell használni. Emlékeztettek arra is, hogy a mezőgazdasági termelőknek egyetlen kérelmet kell kitölteniük abban az esetben is, ha több településen vagy megyében vannak használatban levő területeik. Az agrártámogatási kérelmek benyújtási határidejének lejárta után a mezőgazdasági termelőknek az igénylésben és az igazoló dokumentumokban megadott adatokban bekövetkezett bármilyen változást 15 napon belül írásban kell bejelenteniük az API-nál. A közleményben hangsúlyozták, hogy a gazdák elektronikus aláírással is hitelesíthetik a kérelmüket, ebben az esetben erről előzetesen tájékoztatniuk kell az igénylésük kezelésével megbízott ápia alkalmazottat, írja az Agerpress hírügynökség. Az EU-s előírások mellett az egyszerűsödés helyett egyre bonyolultabbá válnak a támogatás igénylési feltételek és teendők. Még az ápia munkatársai számára is sokszor átláthatatlan a folyamat, nemhogy a gazdák megértését szolgálna. Éppen ezért nagyon sok helyen polgármesteri hivatalokban, máshol egyesületek székhelyén, kultúrházakban kapnak segítséget a kérelmezési dosszié összeállításában.